a Bobnak a szobájában arról beszélgetünk a Zsolti, hogy 2 évvel ezelőtt hazamentünk Nashville-ből, és a repülőn azt mondtuk egymásnak, hogy a Williékkel kéne kijönni legközelebb ide muzsikálni. Most meg innen hazamentek a Williék. Eltelt 2 év. Tehát, hogy a gondolatok materializálódnak. Tehát nagyon kell vigyázni arra, hogy az ember mire gondol, mert például mindjárt megkérdezem a barátomat, hogy mi történt, amikor azt mondta, hogy nem kéne több fürdőszobát összetörni a turnéban, ha várjatok. Back through the door. I shot till I couldn't shoot no more. They threw the ball, fell to the floor. Was the end of the road for Arkansas day. I shot and left him. De a rajzaidban is ott van, amit az egész út, amit most csináltunk. Hát dehogy nem, basszus. Miről beszélgetünk? Jaj, fölkeljek. Elraktározza az ember. Igen. Minden látványt, azt beviszel. Két évvel ezelőtt felültünk a repülőre, és úgy mentünk haza, hogy a Williékkel kellene kijönni ide. A Vili bácsival, meg a Dani bácsival kéne ide kijönni, és fölvenni ezt a lemezt. Most meg ők már haza is mentek ebből. És akkor hazamentünk, és adtam a Vili bácsinak egy telekasztert, hogy ismerkedjen vele. Mert az én fejembe szólt az ő zenéje, úgy, hogy nem akusztikus gitáron játszott, hanem telekaszteren. És amikor a fejembe megszólalt, akkor egyből hallottam, hogy az a pont, az nem egy akármilyen pont, hanem az a pont, amikor egy 30-40 éves zenész bement egy hangszerboltba Nashville-be 1953-ba, és meglátott egy elektromos gitárt, és azt kérdezte, hogy ez micsoda? Mi ez? És a hangszerboltos azt mondta neki, hogy figyelj, ez egy elektromos gitár, ilyen nem volt idáig, de ülj le és próbáld ki. És az ember fölvette a gitárt, megszólaltak a saját akusztikus gitáron írt dalai az elektromos gitáron, és azt mondta, hogy ez micsoda. Na ez az a pont. Ezért csináltuk ezt az egész bő 2 évet, a legutóbbi lemezfelvétel óta. És tényleg hiszek abba, hogy ez egy nagyon-nagyon brutális zenei anyag lett velük. Ez az igazi fúzió. Szarügy. Kicsit szomszédok lesz a színe. Nem biztos. Nem biztos. Itt ülök a Zsoltival, a Zsolti meg elmegy éppen fogat most, én meg arról beszélek, hogy várjuk, hogy végre megjön ez a kibaszott lemez. Tudjuk hallgatni végre azt, amit csináltunk, és közben ilyen ugye, spirituálisan mit jelent ez a lemezfelvétel. És hogy volt egy ilyen eset, hogy hogy magyarul, hogy több fürdőszobát ne törjünk össze már a turnéba. A Zsolti elkezdte mondani, na, utána fogta magát, lement a fürdőszobába, és összetört egy tükröt és egy vázát. És erre mondtam én neki, hogy Zsolti, menjél ki, imádkozzál. Mert a tükröt nem szabad büntetlenül összetörni, ott ki kell menni, gyorsan imádkozni kell, és akkor hülye vajákosok vagyunk. Superstation people. Only superstation. Tud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